Sziasztok, Ádám vagyok. A kezemben a Sony Xperia SP-t tartom, a legújabb középkategóriás Sony telefon. 4,6-szoros kijelzővel rendelkezik. Kijelző felett előlapi kamera van, hangszóró, illetve alul mikrofon, valamint egy ilyen átlátszó kis csík, ami egy plexi csík tulajdonképpen, ami a helyzetjelző LED funkcióját látja el, és ezzel hátul képes több színben is világítani. Oldalról megnézve a készüléket, van egy dedikált kameragombunk, bekapcsoló gombunk, illetve itt van még a hangerőszabályzó gomb is. Felülre került a 3,5 mm jack csatlakozó, alulra pedig tulajdonképpen semmi sem került, valószínűleg köszönhetően ennek a kis csíknak. Hátlapon találunk NFC, illetve van egy 8 megapixeles kameránk, egyetlen egy hangszóróval, flash vakúval és mikrofonnal. Maga a hátlap levehető, toldalról lepattintható. Azonban itt látjuk, hogy igazából a microSD-t, illetve a microSIM-et tudjuk csak bepattintani, nincs kivehető akkumulátor, tehát ez beépítve van a készülékbe. Rendszer tekintve pedig nagyjából megegyezik a Sony Xperia Z-ben megismert Jelly Bean és Xperia felülettől, egészen jó sebességgel, ahogy látjuk. Kamerát tekintve 8 megapixeles, bár itt azért nem tűnik még pillanatnyilag annyira acélosnak, eléggé késik ez a kép. Azonban itt a megnyitott fotó már némileg egy fokkal talán jobb, mint ahogy elsőre tűnt. Egyébként számos Xperia alkalmazást kapunk, akárcsak az Xperia Album, amiben dinamikusan növeltjük a képek méretét, illetve van természetesen Sony Walkman zenelejátszó alkalmazásunk is. Itt már látszott is az előbb, hogy a zene ütemére villog a készülék alja, ezen kívül jól néz ki. Talán itt még a színeket is, így van, látszik, váltogatja a készülék ilyenkor zenelejátszáskor. Természetesen ez kikapcsolható funkció. Ez volna tehát a Sony Xperia SP. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!